Kicsit visszamentünk a gyökerekhez. A jó kis Beatles az. De azért, azt mindenki tudja, az írésnél a Beatles, az Omega-nál. A Rolling de találkoztam, mert azért kimentem, akár csak Mátyás királyon, nem árulával. Így, ahogy láttam, már ez eléggé árulának néz ki. Szóval, el kell mondanom, hány ország küldte el a régi nagy Omega dolgok miatt, a nagy koncertek miatt. Üdvözletét? Na de kik hozták el, akik ott voltak akkor? Hölgyeim és uraim, bejelenthetem. Van egy zenekar, aki a pesti, a pécsi klub mellett. Nagy szeretettel köszönti az Omega együttest. Csak azért nézem minden papírból meg, nem fogjátok elhinni, hogy mi van ide fölírva nekem. Hát kérem szépen, létezik szlovák, cseh, német, svájci, lengyel, sőt még holland klub is. És így tudjanak el a népek, és akkor már is látom mindenki. Jön egy olyan zenekar, mint ahogy Kovori Jancsi elmondta, mintha folytatódott volna a dolog. Nincs többet a nosztalgia, hiszen itt egy évvel ezelőtt ugyanilyen hangulat van, ünnepelte mindenki az olyan népes. Mint ahogy neki mondja, majdnem olyan, mint a folytatódna a dolog. Tehát, ma is majd mi vagyunk az Omega, a görög Omega betű, görög tűzben a nagyok. Eladott nevezek alapján number one! Hogy kezdődött az egész? 1962-ben. Az ülés egy kollégiumi zenekar nekesült, Omega Story így indult el. Tengő, Laurus, és énekel Balázs Zsuzsi. Aztán 63-ban az első fesztiválon ilyen nagy hírek mellett, mint az ülés metróiszta, ahol óriási siker az Omega. 1964-ben megérkezik Somló Tomi és Mitek Mari. Az ötös klubban minden szombat este hatalmas házi buli, én tanúsítom. Aztán 66-ban megjelenik ez a bizonyos Basztap és a No Real Today, 67-ben a Tánzal Fesztiválon. Az Alapa is a cím kíséri, és jön az első magyar lemez, a Megbántottál, meg a Nem vagy szív. Jön Mihály Tomi és Presser Gabi, és jön az Azt mondta az anyukám, és a Rúli Csatár. Megjelenik az első lemez, a Trombitás Frédi a rettenetes ember. Hát kérem, és ez még nincs semmi. 68-ban egy új név Európai, Omega Red Star, és irány Anglia. De ma a fesztiválon mindig mörök harmadik, már lehetett volna első is, mert olyan a mai napig a színünknek, a Gyöngyhajulán. 71-ben minden barátok, de az új barát, Debreceni Csaba. 72-ben élő magát, még mind a mai napig csoda.
És ugyanebben az évben a németek is felfigyelnek rájuk, és megalakul a Belafon társaságnál. Egy olyan Omega album sorozat, ami egész Németországot raúl. Magyarországon bevidaurozták. Aztán jön az ötödik, a hatodik lemez, és csak külföld. Most itt mindenkinek elmondom, kigyűjtöttem. 1976-ban 283 napot töltöttek külföldön. 480 koncert, ilyen még nem volt. Hát kérem!